Igen, jó munkát! Így, másodszor. Hát munka. A munka mellett azért maradjon idő a szórakozásra is. Én amondó vagyok, nem kell hozzá sok. Ma játszani fogunk, kedves gyerekek. Nézd meg, erre vagyok allergiás. Rátfújtam! Mennyire? A mai műhely rovatban is egy játékot mutatunk meg nektek. Azért mutatunk meg nektek játékot, mert szeretünk és kell is. Főleg nyáron, tavakon, tópartokon, ugye, mivel játszik az ember, szeretne kipróbálni mondjuk egy-egy kis csónakot. Na most ez úgy volt, hogy mi elég sokat járunk, jön a vonat közben, van út, a indianú van út, elég sokat járunk vízpartra, úgyhogy elkezdtem gondolkozni, hogy kéne valami jó kis csónak, ami gyors. Na most mivel nekem van ez a véletlen kis autóm, és most nem a kínait reklámozom, azért van az, mert olcsó volt és ahhoz képest jó, hogy nem fog 180-200 ezer forintokat elkölteni játékra, mert nekem a játék az más, az a nagy, tudod. Arra sokkal többet ellen. Úgyhogy próbáltam költséghatékonyan megoldani, rögtön szétnéztem ott a VL-tolsz házatáján, nincsen nekik, mert biztos, hogy van valami gyors kis csónakuk. Így tévedtem be RC King Zoli boltjába, ahova nem szabadott volna, mert jártam én már ott 2 évvel korábban, ahogy beléptem, na, ez meg én majd költöttem el pénzt, de most is elfogok. És hát vásároltam, megjött, úgyhogy én megvásároltam ezt a VL Toys 912, azt hiszem ez a típus neve, nem vagyok benne biztos. Nevük is egytörzsű, fantasztikus gyártmányt. Azért vettem meg, megmondom őszintén, mert olcsó, ez volt az első fő szempont, és nagyon jó tapasztalataim vannak ugye a kis autóval, egy nagyon jó Facebook csoport is van a VL Toys körül, mindent lehet hozzá rendelni, vannak gyenge pontjai ennek is ugyanúgy, mint a kis autónak, illetve egyelőre csak egy gyenge pontját találtam meg, 2-t, bocsánat. De minden hozzászerezhető, kompatibilis, több más, gondolom valaminek a másolata ez is, hiszen Kínában járunk, több más nagy nevű gyártó termékével, és hát figyelj, 22 vagy 23 ezer forint volt, vettem hozzá még egy akut, tanulva a kis autóból, okulva, amely az ugye az negyed óra múlva azért. Azok kompatibilisek egymással? Nem, ugyanaz az aksi, csak más a csatlakozó, de át lehet forrasztani pikpak otthon, 5 perc munka, de tudsz venni olyat is. Tudsz venni direkt a csónakhoz, annyi, hogy más a csatia, ugye ez egy vízhatlan csatlakozó, meg minden. Na mindegy, szóval elmentem Zolihoz, vettem egy ilyen VL-tos 912-t, nem akarózok már neten túrni meg rendelni, aztán kiderült, hogy van itthon is egy csomó boltba, én véletlenül hozzátévedtem benne. Na, szóval ezzel a dobozzal jött, rajta van az összes ígéret, látod VL 912, Tiger Shark, 14 pluszos, maximum sebesség 24 km/h, amit amúgy túl tud szárnyalni egy combosabb aksival, mindjárt megmutatom. Minden benne van, ami kell, van hozzá egy nagyon jó kis állvány, hogy ugye mégis mázon tartjuk a hajót, ne érjen le se a hatalmas nagy passzív kormány, se ugye a csavar. És hát jól látszik, hogy hát nem egy túl bonyolított dolog. Jó, mindegy, ebből azért sokra nem jössz rá, de nagyon hasznos, hogy vannak itt ugye pótalkatrészek, mint a kis autónál is, és lehet is hozzá rendelni. Na most, hajótestét vizsgálva, rájövünk, hogy ez egy egytörzsű, ez nyilván látszik, méghozzá egy felsikló, vagy sikló hajótest. Ugye van az úszótest, ami alapvetően lapos, ezek ugye a nagy turistúrahajók, meg az ilyesmi, a turistahajók, aztán van a félsiklótest, nem tudok sokat a hajókról, tényleg csak a minimálisat, annak ugye végig V-keresztmetszetű az alja, és ugye van a felsiklótest, vagy a siklótest, ez direkt vettem, mert nem véletlenül zörög itt, mert mindjárt megmutatom. Ez is az, ugye ez azt jelenti, hogy a hajó vízvonalától, vagy oldal hosszából kiszámított sebességet túl tudja lépni, azaz siklik, hiszen a dinamikai felhajtó erő ugye kiemeli a vízből, és nagyon alacsony közegellenállást tanúsít, és úgy is van tervezve, hogy olyankor ugye a csavar, meg a kormány akkor a legeffektívebb, amikor egy picit megül a feneke, tényleg gyönyörűen úszik, és nagyon stabil. Ugye a hajó stabilitását az oldalirányú nyomaték, hogy a hajó stabilitását az a nyomaték szabja meg, amivel még vissza tud billenni álló helyzetbe, és meg tudja őrizni az irány stabilitását. És ez egy nagyon-nagyon stabil hajó, valamint nagyon fordulékony. Akkor nevezik fordulékonynak egy hajót, hogyha mondjuk a saját hossza körül meg tud fordulni. Hát ez helyben megfordul, mert nagyon erős. Szóval ahhoz képest, hogy milyen kicsi, ugye már itt van rajta, várja, föl van írva, 45,5 centi, ez egy nagyon-nagyon stabil hajó, szóval tényleg irgalmatlan nagyot lehet vele kanyarodni. Sikerült vele felborulni a fiamnak, meg nekem is egyszer, de addig játszottunk vele, mert lusták voltunk bemenni a hideg vízbe, amíg vissza nem borult. Nagyon stabil, nagyon jól eltalált a hajót, szerintem valaminek a másolata. Na most, jól látszik, hogy a méretéhez képest
hatalmas nagy passzív kormánya van. Ugye passzív kormánynak hívjuk azt, amikor a kormány külön mozog, nem a motorral együtt mozog. Igen. Nem a motorral együtt mozog. Ennek ugye az az előnye, hogy egyszerű, olcsó, viszont az a hátránya, hogy sebesség kell hozzá, hogy működjön. Ugye a kormánylapát, és hallod? Szervós. Hatalmas nagy. Ez ugye előre vetíti azt, hogy nagyon mozgékon lesz a csónak, vagy maga a hajó. Plusz jól látszik, hogy egy nagy sebességű hajó csavar van rajta. Egyrészt negatív nagyon a lapátok dőlésszöge, elég nagy átmérőjű, elég nagy maga a csavar is, és hát nagyon szimpatikus, hogy egy ilyen réz, tubus, vagy nem is tudom, minek hívjuk ezt, a hajósok tudják, hajó csavar tengely. Csavartengely forgatja. Jól látszik amúgy, ez már szimpatikus, hogy ugye a kormány lapáton különböző pozíciókba tudod befűzni, vagy bepattintani ugye ezt a tüskét. Ennél fogva, azonos erőnél kisebbet van, nagyobbat fordul. Én hattam gyári beállításba, majd meg fogom mutatni, hogy milyen szuperül ki lehet amúgy trimmelni. No most, ugye speed with mad flow. Sebességes őrület, meg van ígérve minden, de a trükk most jön, gondolkoztunk rá, hogy az anyámba hozzák ki a kínaiak ennyi pénzből. Ha mindjárt megmutatjuk, azért nem a legszebben kidolgozott már a belseje, de azt nem látjuk, úgyhogy nem fáj. Ezt azért vettem le, mert egyrészt ugye van ott benne egy ilyen kis gumitömítés, ez jól látszik. Hosszú távon rettentő szívás leszedni ezt a deknit, mert ide kell beakadnia előre, így, szóval eleve nem tudod már betenni, hiszen itt van egy ilyen rögzítő stíft, vagy kapocs, vagy valami. Közben elveznek. Szóval itt bicsaklik meg az, hogy a gyerekek nem tudják használni, de amíg apa ezt leszedi, azért egy-két miatyánkot, meg egy-két köszönő szót elmormol, nagyon-nagyon macerás levenni róla, cserébe egész jól vízhatlanul szigetel. Várjál, menjünk tovább. Na. Ha belenézünk, akkor már azért látjuk, hogy esetleges, de effektív a megoldás. Ugye mindent próbáltak szigetelni, hát úgynevezett benyomásos, taknyolásos módszerrel. Itt kőkemény sziloplaszttal van kinyomva minden. Sőt, viszont jól látszik a 390-es tekercsámú tekercselt motor. 390 tekercse van. Egész erős, ehhez a kis 45 centis testhez képest, nekik semmi súlya nincsen. És ugye nagyon-nagyon szépen látszik az is, hogy itt, ezen a kis lyukon keresztül, ugye ő felszívja a vizet, a vízzel hűti a vezérlő elektronikát, hűti a motort, ugye itt leadja a termopásztán keresztül, és itt szépen ki is nyomja magából. Úgyhogy még ez is belefért, és nem melegszik. Használják, többen használják nagyobb aksival, ott már azért figyelni kell, mert a nagyobb aksi ugye fel tudja borítani a stabilitását a hajónak. Ez nem véletlenül van így itt, ez az aksitartó, de jól látszik, hogy már a csavarfejek ugye elkezdtek oxidálódni. Ettől függetlenül, még ha pici víz is van benne, azért tartom szétszedve, ilyenkor kiöntöd belőle a vizet, valamennyi óhatatlanul kerül bele, de akkor kiteszed és leteszed és kiszárad. Nagyon fontos, legalábbis nekem így tanították annak idején, és akkor itt van a kis szervója, ami ugye mozgatja magát a hatalmas passzív kormányt. Szóval nagyon nagy az emelkedése, ezért sokat forog, meg az átmérője viszont nem annyira lesz, sokat forog, és nagyot tol. És azt jelenti, hogy mondjuk ennek a távolságnak a 80-90%-át lépi egy fordulatra. Jó napot kívánok! Egy érdeklődő. Szóval ez jó, ezt elmondtuk, itt megy bele az aksi. Amúgy a kidolgozása így külsőre egész pofás, egy párszor már odavertük a móló cölöpeinek, menjünk át alatta, hát csak pont ott volt a cölöp, de még bírja. Nézzük meg a többit. Ugye jár vele egy rendes balance charger, egy kis lipós töltő, látod? Lítium, illetve lipó 7,4 volttal képes tölteni, és én most elhoztam ezt a nézd már, hangja már megtámadta, ez az 1500-as kis aksia. Jól látszik, hogy ebbe a kis vízhatlan csatlakozóba kell összedugni, látod? Hopp, fel is élett a Skynet, betesszük ide a helyére, pillanat, fordítva, így.
Erre vigyázunk, ha nagyon ne nyomja el ott a vízhűtésnek ugye a kis csövecskéit, és összepattintjuk. Na, leszedni már nem lesz ilyen egyszerű, ezt most megmondom. Ezért ezt ki is adjuk majd. Hát, ez ki. Én biztos, hogy nem fogom most leszedni. Nézzünk, pánzzunk. Annyira, aki ezt kitalálta, ezt a stiftet itt hátul, szóval biztos erre van a jobb megoldás, vagy én csinálok valamit rosszul, azt felejtsd el, hogy össze még, csak-csak. Azt felejtsd el, hogy, aha, hogy úgy fogod összerakni, ahogy a használati utasításban van. Ez így elég feszesen rajta van. Jó néz ki, nem? Igen. Na, a távirányítója, hát az a VL Toyshoz hűen egy kicsit gatya. Ugye így kapcsolod be. Amúgy nagyon fontos, hogy na, Bence, hogy oldják meg ezt? Honnan tudod, hogy mikor merül le a hajó? Ha nagyon bent van, 100 méterre elmegy. Egyrészt elkezd csipogni, elkezd pittyogni, és érezhetően lelassul a hajó. Olyankor lesz, hogy gyorsan, hozzuk vissza a pátra, nem akarsz beúszni. Na, és akkor itt van rajta ugye két trim gomb, vagy négy trim gomb. Ezt figyeld a... Tudod trimmelni ugye a lapátnak a dőlését, vagy a kormányszögét, nagyjából középre. Ezzel meg, ezzel a másik két trim gombbal pedig a gáznak az érzékenységét trimmeld. Most hiába húzod, ugyanis, hogy ne járjon szárazon, ezért csak akkor működik, ha ezt itt ezt a kis érzékelőt, vagy ezt a vízérzékelőt ellepi a víz. Úgyhogy szárazon nem megy. Hogy ne főzd meg a motort, vagy hogy ne égjen le. Figyelj, 22-23 ezer forint, endless fun. Én ennyit mondok. Ha van két aksid, akkor mondjuk egy olyan fél óra alatt feltöltöd az egyiket, kicsit szusszansz a kettő között, egész sokat lehet vele játszani. Gyere, próbáljuk ki. Amúgy nagyon fontos, hogy ezek a hajók, ezek az egytörzsűek, meg ezek a kicsik, ezek nem nagyon bírják a nagy hullámokat. Szóval itt még el van. Amúgy te Dunán, ha megáll, akkor aztán ezt elköszönhetünk tőle. Ez inkább tóvízre való, meg csendes vízre. El lehet vele menni. A komolyabbak ilyen 170-180 ezer forintnál kezdődnek, ugye már a katamaránok, a nagyobbak. Ez így azért el van. Figyeld, a bácsinak megtetszik a drón. De tulajdonképpen bárhogy rádobhatod a vízre. Szóval ámúgy nézd meg, milyen szépen kisiklik. Hibátlan. Ugye az a kérdés, hogy vajon lépe fel a kavitációs jelenség itt a lapátokon. Egyelőre nem látni, ugye nagyobb hajoknál, ugye amikor a lapátok túllépnek egy bizonyos sebességet, vagy túlforognak, akkor ugye a vízből gőz lesz, és akkor a gőzbuborékok, amikor ilyen robbanásszerűen ugye megsemmisülnek, úgy van erre egy biztos szép szó, ugye akkor azért kikezdik a lapátok élét. Ennél egyelőre nem látom, hogy kikezdték volna, pedig azért elég szépen forog, és tényleg tök messzire el lehet vele menni, különösebb probléma nélkül. Kicsit visszaveszem a gázt, mert ha ott megborítom. Nyilván tolatni is tud, hogyha nagy szorult helyzetbe kerülsz. Csak mivel a hajótest, ugye erre kell figyelni, ez sok hajós elfelejti, hogy a hajótest előrefelé van úgy kialakítva, hogy menjen. És jól látszik, hogy amint kisiklik a vízből, új erőre kap. Ezért tolatáskor ugye a fenekét meríti meg, meg ugye van egy precessziós nyomaték, ami miatt az egyik oldalra fordul, és látod, most már hiába adod a gázt. Most már nem csinál semmit. Amúgy, ha elakad a csavar, hínárt fogsz, vagy valamit, akkor megáll. Akkor leold, nem engedi, hogy túlfeszüljön. Az egyetlen gyenge pontját most nem sikerült megmutatni, mert ma összeraktam. Pedig ott van. Mert ugye, faszom, bocsánat. De képzeljétek el plasztikusan, ugye ez a hajócsavar tengely, ahová bejön, annak a végén van egy fogaskerék, és ugye a motornak a végén van egy másik fogaskerék, és ugye a kettő az így kapcsolódik egymáshoz. A felső fémből van, az alsó viszont műanyag. És az lesz a gyenge pontja, és ez jellemző, legalábbis én most kettő után kimerem jelenteni, jellemző a VL Toyshoz játékokra, a kis autóra is, hogy
nagyon átgondolt, jól megcsinált, de mindig van valami gyenge pontjuk, ugye a kis autóknál szintén ezek a műanyag fogaskerekek, a diffikbe meg hol, és ennél a hajónál is én azt prognosztizálom, hogy az lesz ott a gyenge pontja, főleg így, hogyha nem sétacsónakázásra veszed, de hát ez egy ízig-vérig sportcsónak, ezzel azért gyorsan kell menni. És macsok jókat lehet vele amúgy hajózni, de szerencsére lehet venni ezt a kis fogaskereket, és ki lehet cserélni, és látom, milyen szépen megy át a vizet, és így fújja itt ki a vizet. Igen, tudjuk, nem komoly játék, de szeretünk. Én mindenkinek tudom ajánlani, mert árérték arányban verhetetlen. Szerintem 22-23 ezer forinté, szerintem jobb csónakot, jobb távval, ekkora hatótávolsággal nem veszel. És fillér hozzá a nagyobb baksi, a lipó baksi is akár, fillér hozzá minden. Hibátlan. Gyerekeknek, felnőttnek, kakaó mellé, esti meséhez, egy kis játékmotor csónak. Itt a nyár, nem lehet mindig autózni, most csónakázni kell. És ha van kettőd, hülye vagy. Te. Nem zavarodik össze a táv. Van kettőd, hármad, az már race. Hát ennél olcsóban nem tudok húzni. És ha felborul, vagy megáll, akkor még fürdesz is. Szóval meg egészséges is. Na, akinek tapasztalata van vele, az ossza meg velünk. Csónakosok, hajósok előnyben. Ha tudtok jobbat ennyi pénzé, akkor ki vele? Már úgyse fogom megvenni, mert már ezt vettem. De próbáljátok ki. Majd a Bence megveszi, azt versenyzünk. De ekkora legyen, ami nagyobb. Szevasztok! A prémium minőségű AZ Meister Tyle kemőanyagokat úgy fejlesztettük ki, hogy a legzordabb körülmények között is maximálisan teljesítsenek. AZ Meister Tyle kemőanyagok az Unix autótól. Ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot és iratkozz fel, hogy ne maradj le semmiről. Ha pedig valami menő speedzone-os cucc kell, akkor irány a webshop!